Talán az elmúlt két hétben is visszatartó erőkártya volt a fő inspiráció. Hát az előttünk álló hétre, június 12-től 18-áig a másik két típusú inspiráció jött ki. Egy tudatos teremtő erőkártya és egy eredménykártya. Két dologra lesz érdemes figyelnünk, illetve két dologról fog szólni ez a hét. Az egyik az önismeret ereje, és a másik a siker. Milyen érdekes, ha jobban ismerem magam, akkor jobban sikerülnek a dolgaim. Meg kell ismerned a legfontosabb embert az életedben, önmagadat. A siker kapujában állsz, mindent megtettél érte. Mennyire fontos számodra az önismeret és a siker? Ragaszkodsz-e hozzá? Tudod-e áramoltatni az energiákat velük kapcsolatban? Van, aki éjjel-nappal önismeretet tanul, és nem hagyja ülepedni, van, aki egyáltalán nem foglalkozik vele, van, aki elutasítja a sikert, van, aki görcsösen ragaszkodik hozzá. De hogy vagy vele? Az önismeret helyett egyre inkább szeretem az önmegismerés szót használni. Ahogy figyelem magamat, egyre jobban megismerem, ki vagyok, hogy működök, miért vagyok itt ezen a földön, mit jelent számomra a siker, számodra mit jelent a siker egy-egy területen. Nagyon sokan, szinte mindenki szeretne sikeres lenni, de a siker annyira szubjektív, mindenkinek mást jelent. Mi a te sikered? Hogy érzed magad, amikor sikertelen vagy? Figyeld meg, és tanulj azokból a helyzetekből. Milyen vagy? Milyen érzések vannak benned, amikor sikeres vagy? Egyáltalán a siker szó pozitív vagy negatív érzéseket vált ki belőled. Ha negatívakat, akkor neked probléma lesz az, hogy sikerüljenek a dolgaid. Ha negatív, nézd meg miért. Idézd fel minél gyakrabban azokat az érzéseket, azokat a pozitív érzéseket magadban, amik a sikerhez kapcsolódnak. Hogy érzed magad, amikor sikerül valami? Amikor valami új dolgot szeretnél elérni, vagy új célod van, idézd fel ezeket az érzéseket, és ezáltal jobban vonzod magadhoz a sikert. Ami a leginkább visszatart ezen a héten, az a bizalomhiány. Megtört benned a bizalom, nehezen vagy egyáltalán nem tudsz már bízni. Miben nem bízol? A transzcendensben, önmagadban, a külvilágban, vagy a dolgok pozitív kimenetelében? Melyik területen tört meg benned? Keresd meg ezt is, és keresd meg azt, ahol még megvan, és abba kapaszkodj, mert a bizalom megelőlegezett teremtés. A bizalom, önbizalom, ősbizalom egy témakör, légzés technikákkal tudod erősíteni. Mi az, amit alkalmazd? A szeretet ereje. A szeretet nem egy érzés, ami jön vagy megy, hanem egy erő, amit aktiválni kell, amikor szükség van rá. Ugye vagy szeretetben vagyunk, vagy félelemben. Milyen, amikor félelemben vagy? Félelemben döntesz, félelemben cselekszel. És milyen, amikor szeretetben? Ez a két út van. Amikor nem választod az egyiket, akkor a másik erősödik fel. Félelemből hozol döntéseket, vagy szeretetből. Azért teszel meg valamit, mert félsz, hogy, vagy azért, mert azt szeretnéd, hogy, mert tudod, hogy az valakinek jót hoz. Vagy tudod, hogy valakinek az hoz jót, ha nem hozod meg azt a döntést, vagy nemet mondasz, vagy nem léped meg. Melyik irányít téged, a szeretet vagy a félelem? Ha még erre is odafigyelsz, akkor az eredménye megértés lesz. Megértetted, mi zajlik benned és körülötted, eléred a kívánt eredményt. Amikor értem, hogy mitől mennek félre a dolgaim, és értem, hogy mitől sikerülnek, akkor tudom, értem azt is, hogy mit kell csinálnom. Attól függ, mit szeretnék elérni. Amikor értem, hogy működök,
rendben van az önismeretem, amikor értem, mit jelent számomra a siker, akkor könnyebb elérnem azért, mert ez milyen jó, hogy így megfogalmazódott bennem, így még nem tudtam megfogalmazni, mert a megértés megfoghatóvá teszi számomra. Ha értem, mit kell tennem, akkor könnyebb, nem? Ha értem a célomat, ha értem, hogy mi zajlik, ha értem, hogy miért ment félre, ha értem, mitől működik, akkor már csak el kell döntenem, hogy meg akarom-e tenni, és megteszem. Amikor már megértem, akkor tudatosítottam, akkor már egy bizonyos szinten egyé váltam vele, onnantól hozzám tartozik és vonzom. A magyar nyelv csodálatos. Megértem, megértés, van a kis értés, és van a teljes értés. A tudat szintjén nincs kísértés, ott teljes értés van. Amikor teljesen értem, megértem a dolgokat, akkor nincs kísértés, mert nem vacillálok, hanem tudom, hogy mit tegye, és szeretetben el tudom dönteni, hogy merre lépjek, és ebben bízhatok. És ezáltal egyre jobban megismerem önmagamat. Hát ez egy csodálatos kör, szerintem nagyon jó hetünk lehet, úgyhogy kívánom neked, hogy elérd a megértést és a sikert is mindenben, amit szeretnél. Legyen szép heted!